Hihetetlenül szórakoztató, könnyed és vidám témával folytatjuk. Ez lesz a mai nap utolsó előadása. Ez nem más, mint HR kihívások az új felnőtt képzési szabályozás kapcsán. Remélem ezt is legalább olyan élvezettel fogjátok hallgatni, mint az eddigieket. Komolyra fordítva a szót, egy állandóan változó és általában nehezedő jogszabályról van szó. Én ezt felolvasom nektek, az új törvény hatája alá tartozik minden olyan felnőttképző által szervezett oktatás és képzés, amely célirányos kompetencia kialakításra és kompetencia fejlesztésre irányul, szervezetten valósul meg, és nem tartozik a köznevelési és szakképző és a felső oktatási intézmények alapfeladatába, vagyis tulajdonképpen minden egyes olyan kompetencia fejlesztés és képzés, amit egy vállalat, egy cég csinál, az ennek a törvénynek a hatája alá esik, és ez néha, vagy mostanában egyre több és több követelménnyel, illetve dokumentációval terhel meg minket, a terhel meg titeket, megrendelőket, de hogy pontosan mit jelent, és hogyan lehet, milyen best practice-szel lehet ennek a mesterévé válni, hát erről fog beszélni dr. Zsuffa Ákos, aki a Felnőtt Képzők Szövetségének az elnöke, úgyhogy ő azt szakértő, át is adom a szót ebben a témában. Köszönöm szépen a felkonfort, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettek, itt lehet a Felnőtt Képzők Szövetsége is. Mindig hálás szerep az utolsó nap utolsó előadójának, vagy prezentátornak lenni. Különösen egy olyan témával, ami végtelen száraz, viszont egy biztos, hogy nagyon fontos a HR szakmában dolgozóknak, különösen aki a HR területén a képzési oldalon van, vagy olyan területen foglalkozik, ami a felnőtt képzéssel kapcsolatos. Egyet ígérhetek, hogy nem leszek sajnos se vicces, se túl izgalmas, nem lesznek történetek a prezentációban. Ennek nem az az oka, hogy kevés az idő, hanem alapvetően végtelen száraz dologról van szó, viszont ahogy már mondtam is, és hogy hallottuk is a felkomban, egy nagyon sajnos nagyon hasznos dologról. Ugye a felnőtt képzési jogszabályok mindig is bonyolultak voltak, nagyon sok jogszabályért egymás mellett, viszont mindenki, aki felnőtt képzést szervez, vagy aki részt vesz benne, annak somó komoly kötelmei vannak, ezt próbálta meg a jogalkotó az elmúlt időszakban egy kicsit egységesebbé tenni. Bármilyen furcsa, most itt hirtelen láthattok az első dián néhány jogszabályi elemet, néhány törvényt, illetve két rendelkezést. A jó hír az, hogy van egy külön felnőtt képzésről szóló törvényünk, és egy külön szakképzésről szóló törvényünk, illetve ezeknek van most már egy egységes végrehajtási rendelete. Tehát együtt kell értelmezni a törvényt és egy alacsonyabb szintű jogforrást, ugye a rendeletet, illetve van még két apró jogszabály, ami fontos a felnőtt képzéssel dolgozóknak, erről a menet közben megemlékeznék. Ugye azt említettem az előbb, hogy a felnőtt képzésről beszélünk, de ott szerepelt a szakképzési törvény is az előző dián. Ennek oka van, és ez, hogy mi, azt mindjárt ki is derül. Ugye az volt a kérdés, hogy új ez a törvény, és mindenki azt mondja, hogy új a felnőtt képzési törvény, mikor lépett hatályba, mikortól fontos a rendelkezéseit betartani. Erre a válasz végtelen egyszerű, és ebben bonyolult is, hiszen a törvény jogszabályi száma nem új, viszont olyan annyira átírták, hogy egy teljesen új felnőtt képzési struktúrát alakítottak ki, közvetlen azután, hogy a szakképzési struktúra is kialakult. A szakképzés ugyancsak érinti egyébként a kisebb, közepes, különösen nagyvállalatban dolgozókat, ugye három oldalról, hiszen a korábbi tanulószerződések, vagy a duális szakképzés, mert a különböző szakképzési jogviszonyok kapcsán a szakképzés is nagyon fontos elem a HR munkát illetően. Szóval van egy újnak mondott törvényünk, tartalmilag teljesen új filozófia, új stratégia mentén alkották meg, és ebben meghoztak néhány alapfogalmat, ami valóban korábban nagyon-nagyon keszekusza volt, és nem is igazán lehetett őket jól értelmezni. Ami fontos, hogy alapvetően két fő típusunk van a felnőtt képzésben, mostantól kezdve, mostantól értsük a 2020-at, ezzel még bonyolultabb, ezt majd később el fogom mondani. Van a bejelentés alapján történő felnőtt képzés, és van az úgynevezett engedély, vagy engedélyeztetés alapján történő felnőtt képzés. Ugye a két szó között elég komoly különbség van, a bejelentése sokkal egyszerűbb jogviszont jelent, ide fognak tartozni klasszikusan azok a tréningek, amiket igazából egy nagyvállalatnál, vagy akár egy középvállalkozásnál is gyakran megrendelnek különböző szolgáltatóktól. Ugye a bejelentés alapján akkor beszéltünk felnőtt képzésről, hogyha szervezett célirányos kompetencia kialakítása és kompetencia fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló
olyan típusú oktatásunk és képzésünk van, ami viszont nem vonatkozik a köznevelésre, azaz a közoktatásra, a szakképzésre, felső oktatásra. Tehát magát úgy definiálja ez a terület, mint minden más, ami nem klasszikusan a 6-tól 18 éves korig, vagy utána a felsőoktatási intézmény időszak alatt, hanem igazából a felnőtt kor alatt történő képzésekről beszélhetünk. És akkor van az engedély alapján történő képzés és oktatás. Itt ennek alapvetően két fő típusa van, mindjárt lesz majd egyenlő sokkal jobb ábra is. Részszakmára felkészítő szakmai oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, illetve ide jön még az is, ami ez a klasszikus EU-s források témaköre, hogy uniós támogatásból megvalósuló képzések, ez is engedély alapján tud működni. Amit itt látok, talán ez a legizgalmasabb, ha szabad a szót furcsán használni ebben a környezetben, vagy mondjuk úgy, a leghasznosabb felosztás. Ugye itt tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint három hasáb. Ugye a sárga hasáb az, ami a szakképző intézményeknek a territórium, az ő területe. Ugye 14 éves kortól lehet menni a szakképzésbe, és ugye az új rendszer szerint alapvetően a szakképző intézmények alapszakmát oktatnak. Ez szerepel ugye ezen a dián is. Ez lehet ágazati alapoktatás, például valaki gépész szeretne lenni, akkor van egy gépész ágazat, de hogy utána ő egyébként hajógépész lesz, vagy agrárgépész, vagy bármilyen más, az később a szakirányúban fogja megtanulni. Ez a sárga rész az, ami minket most ebben a prezentációban nem érdekel, mert ez nem része a felnőtt képzésnek, ez a szakképzésnek a része. Van egy középső oszlop, vagy bocsánat, egy középső golyó, ami zöld színű, ugye ez a szakképző intézmények és a felnőtt képzés. Itt van a már említett részszakmaoktatás és a különböző szakmai képzések, és van egy kék színű elemünk, ez pedig a felnőtt képzőknek a területe a különböző egyéb képzésekkel. Ez eddig nagyjából egyértelmű, bár nekem sem volt egyszerű anno, mikor ezt az idén évelején meg kitalálta a jogalkotó, rájönni, hogy mi is a logika ebben, de mindjárt szerintem mindenki látni fogja, még az is, aki eddig nem tudta, vagy nem látta át, nem azt mondom, hogy ennyire egyértelműen, de alapvetően tisztán. Tehát innentől kezdve csak a zöld résszel foglalkozunk, meg a kékkel, hiszen nem beszélünk ma szakképzésről. Van a zöld oszlop, ugye ez a részszakmaoktatása, illetve a szakmai képzések. Ugye mind a kettőnél az fontos, hogy mi a jogosultság, amivel lehet ezeket csinálni. Ugye a zöld rész, az a középső oszlop, az, amit engedély alapján, a kék pedig ugye, ami bejelentés, vagy speciálisan a jogszabály is előírja, akkor engedélyben lehet csinálni. A lényeg a kettő között, vagy a lényeg, hogy kettő között vannak különbségek. Ugye az első a zöld oszlopban, ami egy magasabb szintű képzés jelent, általában ezek hosszabb képzések, klasszikusan a régi OK és tanfolyami képzések kerültek ide, ugye sokan így ismertük a különböző OK és szakmai képzéseket. Ezek mostantól kezdve is kimeneti meghatározásúak, tehát egy kimeneti követelményeket határoznak meg, az egyiket KKK-nak hívják, a másikat PK-nak hívják, az első az erősebb, a szakképesítést ad, tehát olyan típusú, a korábbi OK-hoz hasonló képzést lehet itt beiratkozni, amit most már nem OK-esnak hívnak, hanem úgynevezett engedély alapján megvalósított részszakmaoktatásának, vagy szakmai képzés megvalósításának. De láthatjátok azt, hogy vannak közte különbségek. Az egyiknél szakképesítést kapunk, tehát szakmát kapunk, a másiknál egy önálló végzettséget nem biztosító szakképzettséget. Mind a kettőt a jövőben akreditált vizsgaközpontban lehet csinálni, tehát független vizsgaközpontok fogják ezeket megvalósítani, és az elsőnél biztos, hogy van egy munkakör, amit be lehet vele tölteni, a másiknál pedig lehet, hogy egy munkakör betöltésére is feljogosít, de alapvetően a munkatevékenység végzésére feljogosító képzés, egy konkrét folyamatra, egy konkrét altevékenységre, ami sokszor egyébként valakinek a teljes munkaéletciklusát jelenti. Tehát még egyszer a lényeg az, hogy amikor azt mondtuk, hogy az OKI megszűnik, az úgy szűnt meg, hogy alapvetően átnevezték, és egy más struktúrába tették őket. Ez a struktúra, amit itt látunk, alapvetően a zöld szín alatt lévő dolgok, tehát részszakmát oktatnak, ez korábban a részszakképesítés volt, illetve szakmai képzést, amit ugyancsak volt korábbi példa erre, amit valaki saját maga találhatott ki, ezek most úgy fog kinézni, hogy programkövetelményeket valaki kitalál, azokat engedélyezteti, és utána bárki, aki szeretné ezt felnőtt képzésben megvalósítani, az megteheti. Ez lehet klasszikus felnőtt képző, lehet szakképző intézmény, de akár lehet maga a cég is, aki innentől kezdve felnőtt képzővé válik. És van a kék rész, ez pedig az egyéb képzések, az úgynevezett munkaerő, piaci képzések,
Ide tartozik a legtöbb olyan képzés, amit ismerünk és használunk. Ha valaki mondjuk valami digitális, vagy ami IT képzést szeretne csinálni, vagy a programozó képzések, vagy klasszikusan a nyelvi képzések tartoznak ide, illetve a legnépszerűbbek talán a különböző kompetenciafejlesztő tréningek, amik ugyancsak az úgynevezett egyéb képzés kategóriába tartoznak mostantól. Korábban a probléma volt az, hogy nem tudták azt megmondani, hogy egyébként most mi micsoda. Tehát ha a coaching, egy termékbemutató, egy szervezetfejlesztés, egy tanácsadás, sok minden más, ez most képzés, nem képzés, hogyan lehet ezeket elhatárolni. Ha nem is a törvény, de a törvény alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiadott egy iránymutatást, ez több tucat oldal. A lényeg azonban az, és ezt érdemes megjegyezni, hogy nem az határozza meg innentől kezdve sem, hogy mi képzés, mi nem, hogy egyébként hogy hívom, és tulajdonképpen egy workshopot én képzésnek gondolok, hanem az, hogyha három elvnek megfelel, ez a három elv a következő, a szervezője felnőtt képzőnek minősül, a szervezett tevékenységként valósul meg, illetve célirányos kompetencia kialakításra és kompetencia fejlesztésre irányul, akkor ebben az esetben ez képzés. Ha ez a három egyébként nem vagylagosan konjunktív feltétel nem valósul meg egy időben, akkor az viszont nem képzés. És itt van néhány olyan példa, nézzük meg mondjuk a konferencia bemutató előadás vagy termékbemutatót, hogy az esemény fő célja ilyenkor nem a résztvevő kompetenciájának fejlesztése az esemény végére, az esemény szervező nem tesz ígéretet a fejlesztésre, és nem is kér visszajelzést erről, vagyis ez nem célirányos, és nem kompetenciafejlesztés. Ugyanilyen példát lehet olvasni a workshop kapcsán a dián. Vagy egy következő diára ugrok, nézzük meg mondjuk a coaching tanácsadás konzultációt. A tevékenységnek nincs feltétlenül előre meghatározott időkerete, folyamatos fejlődésre, cselekvésre épít, vagy maga a résztvevő a folyamatosan határozza meg a célt, a célrendszert, vagyis nem célirányos, és nem szervezett, vagy nem feltétlenül szervezett. Ilyen esetben is ez akkor eldől, hogy képzés, vagy pedig a felsorolt más tevékenység típusok egyike. Tehát a lényeg az, hogy ennek a háromnak, ha megfelel, akkor az képzésnek minősül. Mi van akkor, hogyha valaki úgy gondolja, hogy képző szeretne lenni, vagy nem gondolja úgy, hogy képző szeretne lenni, de lehet, hogy rossz hírem van, mert képzővé kell válnia. A kérelmet azt ugye be kell adni az úgynevezett, ez egy új rendszer, korábban FIR-nek hívták idéntől FARA neve, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe, tehát a FAR rendszeren keresztül történik innentől kezdve a kérelem beadása, a belépés meg az ügyintézés az ügyfélkapun keresztül. Nagyon egyszerű a történet, a létesítő okiratban vagy működési engedélyben, tehát a társasági szerződésben meg kell határa, bele kell tenni az oktatás vagy képzés szót, tehát mondjuk klasszikusan a 8042-es egyéb oktatás TEOR számot, illetve be kell fizetni 15 000 forintot a konkrét kérelembe. A kérdés sokszor felmerült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ezt minden kérdés során be kell fizetni. A jó hír az, hogy nem, ezt egyszer kell valakinek innentől kezdve befizetnie, és akkor már ő felnőtt képzés tevékenység folytatására alkalmas bejelentési szinten. Hogyha valaki a kettes szintre szeretne menni, hogy az elején emlékezzetek volt a bejelentés meg az engedélyezés, tehát valaki engedélyeztetett szeretne lenni, akkor ennél több feltételnek kell megfelelnie, ilyenkor is benne kell lennie a TEOR-nak természetesen, rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel, ez kicsit olyasmi, mint a klasszikus minőségirányítás, mint az ISO és más rendszerek, csak a felnőtt képzésre vonatkoztatva, egyet ki kell dolgoznia, 4 évente ezeket egyébként ellenőrzik is, rendelkeznie kell ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel, illetve vagyoni biztosítékot is kell adnia. Még egyszer mondom, ez arra vonatkozik, hogyha valaki engedélyeztetni szeretne. Ennek egyébként az összege minimum 2%-a a képzési tevékenységből, de legalább 1 millió forint. Van azonban banki megoldás, akitől ezt meg lehet vásárolni. Itt most a biztosítói megoldás, és rendelkezik egy szakmai vezetővel méghozzá a munkaviszonyban. Itt a díjazás is más 214 ezer forint egyszeri díj. Így néz ki egyébként a bejelentési lap, tehát ha valaki majd rámegy, akkor ezt fogja nagyjából látni, elég könnyen végig lehet rajta menni, csak hosszú ideig tart. A kérdés az, és ez nagyon új az új törvényben, hogy komolyan veszi az adatszolgáltatást, ennek nem az az ok, hogy az állam, nem csak az az ok, hogy az állam mindent szeretne látni, hanem később szeretne működtetni egy munkaerőpiaci előrejelző rendszert, illetve szeretné azt látni, hogy aki elvégezett egy különböző képzést, vagy valamilyen felnőtt képzést, azt később
pályakövetésben is szeretné monitoringozni az állam, most nem magát a konkrét szemét, hanem értem szerint az országos trendeket. Adatszolgáltatás kapcsán egyrészt be kell tenni a képzés adatait. Itt van a jellege, van 8 kulcskompetencia, azon belül ki kell választani, melyikre vonatkozik, hogy milyen típusa van, milyen foglalkozás vagy munkakörbetöltéséhez fontos ez, helyszín, kezdet, vég, létszám, díja, képző saját belső vonzasítója, illetve óraszáma is. Hogyha pedig a zöld színűbe tartozik, akkor még másokat is be kell tenni. Illetve ez fontos elem itt a GDPR-os világban, hogy a részvevő adatait is szolgáltatni kell. Nem-e oktatási azonosítója, ez is új elem, korábban nem kellett a felnőtt képzésben oktatási azonosítót használni. Legmagasabb iskolai végzettség, és a természetes szemét azonosító 4 fontos adat, neve, születési ideje, anyja és anyja neve, illetve a születési neve is. Ez a 4 elem, illetve adóazonosítója és e-mail cím. Utóbbi 3-at egyébként le lehet tiltani a résztvevő által, hogy ne lehessen ezeket továbbítani, tehát van egy ilyen lehetőség a rendszerben. Az adatszolgáltatást is meg kell még spékelni az adat nyilvántartással, az adatszolgáltatás elemein túl, a látható elemeket kell még ebbe betenni, tehát elég sok dokumentációval jár ez az elem, a korábbiakhoz képest, aki csinálta, annak kevesebbel, aki viszont nem, annak hozzá kell ahhoz szoknia, hogy sok dokumentumot kell csinálni, hogy lehet látni tájékoztatás, adatszolgáltatás, szerződés és tanúsítvány kiállítása, és amit itt láttok, ez csak az egyes szint, tehát a bejelentés alapján történő képzés. Hát igen, lifelong learning jegyében. Itt van a bejelentés alapján folytatott képzésnek a workflow-ja. Ez is 5 elemből áll, vagy 5 nagy lépcsőt szedtünk össze, hogy miről szól, mi a neve, mik a fontos paraméterek, illetve az, hogy milyen jogszabályi hivatkozás van. Az engedély alapján folytatott képzésnél ez még bonyolultabb, tehát ott is meg kell majd jól felelni ennek, hogy valaki ezen végigmenjen. És így kvázi a vége felé egy nagyon fontos kérdés, hogy miért is fontos mindez nekem. Azért, mert ugye a belső képzés folytató cégek, és innentől kezdve a felnőtt képzőké válnak, van ugye a felnőtt képzésben ugye a belső képzés fogalma, fontos, hogy ugye ez csak az belső képzés, amit partner vagy kapcsolódó vállalkozás a munkavállalói részére csinál, és nem üzletszerűen, minden más, hogyha mondjuk ezt pénzre nyújtja, akkor már nem belső képzés, és például a munkavédelmi képzés is bekerült a felnőtt képzési törvény hatálya alá, sokan ezen ágának, elképzelhető, hogy lesz jogszabálymódosítás a következő időszakban, nem tudjuk mivel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy sokkal több olyan kötelem van, ami egyébként korábban nem volt a vállalatoknál, úgyhogy mind a belső képzésnek, mind pedig például a munkavédelmi résznek is érdemes megnézni a részleteit. Ígértem a 2 speciális törvényt, hogy az egyik az adózással kapcsolatos áfa törvény. A jó hír az, hogy korábban is a klasszikus felnőtt képzési elemek, amik voltak, azok áfamentesek lesznek, illetve nem terheli őket áfa. Hogyha engedélybirtokában csinálja valaki, vagy hogyha bejelentés ugyan, de jogszabály alapján, ilyen például a pedagógus továbbképzés, illetve egy új elem szerepel a TAO törvényben, a társadalmadóról szóló törvényben, hogy speciális adatszolgáltatást kell teljesítenie mindenkinek, aki képzést csinál, és egyébként a képzés szervező a számom mellé ki kell állítsa a nyilatkozatot, hogy egyébként az adatszolgáltatást megvalósította, és ezt menet közben kell megtenni. Ilyen korábban nem volt, ez is egy fontos új elem. Van egy átmeneti időszak a régi jogszabályi ciklusra mostani között, ez 2022 végéig tart, addig lehet régi képzéseket indítani, idén év végéig OKS képzéseket is, és a következő 2 évben őket be kell fejezni, viszont, és ez az utolsó érdemi dia, viszont 2021-től már például OKS képzést nem lehet csinálni, csak iskolarendszerben, illetve hát iskolarendszerben se így hívják már őt, és a nagy újdonságok idén szeptemberettől indultak el, de tartanak egészen 2022-ig, és 23-tól már teljesen új rendszerünk zajlik, és itt ezen a dián látható az is, hogy mi van a korábbi úgynevezett A, B, C és D körös képzésekkel. Ezek közül ugye az A az, ami nem indítható már január 1-től, a többi viszont igen, de nem lehet új programokat csinálni a régi rendszer alapján. Ha addig valaki itt lett volna, akkor most elvesztette a fonalat, de aki benne van, annak ezek szerintem fontos információk voltak. Tehát még egyszer, ami fontos, hogy bejelentés vagy engedély alapján, nagyon fontos az adatszolgáltatási kötelem, és a társasági adó és az adózási kérdésekre is érdemes odafigyelni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!